Ruhadarabok, autóülés, alumínium dobozok. Csak pár dolog abból a szemétkupacból, amit Baltavári István, a szekszárdi hulladékkommandó vezetője talált a megyeszékhelyen. Azt mondja, az embereknek amellett, hogy odafigyelnek arra, hogy mit és hol dobnak el, össze kéne fogniuk az élhető jövő érdekében. Mindenképpen azzal kéne kezdeni, hogy ezt a 110-es nagyságrendű illegális hulladék lerakót meg kéne szüntetni. Bármelyik szurdikba megyek, bármilyen útelágazás van, már leállok, mert már meg vagyok fertőzve, és ott találom az illegális szemétlerakást. Tehát nagyon nagy, akkor ami meg újdonság nekem, hogy a városban több ponton ilyen emberek vannak, akik megélhetési szemetet guberálnak. És akkor rengeteget összehalmoznak, elvisz egy fél autót, abból kiveszi azt a 6 csavart meg a 20 kiló vasat, a többit ott felhalmozza az udvarán. És ha van egy jó kis fuvar, akkor kiviszi illegális helyre, elviszi. Én azt mondom, 25-30 ezer forinttal kell számolni, míg ez bekerül a konténerbe, elkerül a telephelyre, és onnan elviszik, elhelyezik valahol, ledarálják, kiállagatják. Tehát hogy kezelik a hulladékot. Tehát ez, ha azt mondom, hogy 30 ezer forint, és itt most biztos, hogy látunk olyan 30 köbmétert, szorozzuk össze. Pénzt kell szerezni erre. Nekünk, mert mi szemetelünk, nem más. Tehát ilyen nem mondja senki, ugye, ezt nem én csináltam. Hát akkor egy ember közülünk, aki itt él Szekszárdon. Akkor meg kell oldani ezt a problémát, fel kell vállalni, tehát vagy valahonnan pénzt kell szerezni. A szeméthalomban személyes iratokat is találtak, amik alapján a rendőrség megkezdte a nyomozást. A szekszárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán indítottak büntetőeljárást hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt, mert az egyik bevásárlóközpont mögötti területen nagyobb mennyiségű hulladékot helyeztek el ismeretlenek. Kollégáim szakértőket vontak be az eset körülményeinek megállapítására, és arra, hogy a hulladékok veszélyesek-e a környezetre, valamint az emberi szervezetre. Hogyha bebizonyosodik az, hogy a hulladékok veszélyesek az emberi környezetre, akkor veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt fognak eljárást indítani. Ha azonban ezek az elhelyezett hulladékok nem veszélyesek a környezetre, akkor szabálysértési eljárásban fogják folytatni az eljárást. Kollégáim az eset körülményeinek vizsgálata során helyszíni szemlét tartottak, melynek során találtak olyan bizonyítékot, melyekkel esetlegesen az elkövetők beazonosíthatóak lesznek. A Földnapjának alkalmából április 24-én hulladékgyűjtést szerveztek Szekszárd egyik legnagyobb bevásárlóközpontjának környékén. Az eseményen 60 zsáknyi szemetet gyűjtöttek az önkéntesek alig 2 óra alatt. Mivel a Föld napja van, szerettünk volna egy megemlékezést erről az eseményről, egy ilyen, hogy mit kell köszönnünk nekünk ahhoz, hogy ilyen csodálatos helyen élünk, mint ahol élünk. Hiszen WC-öblítést ivóvízzel csináljuk, az autónkat ivóvízzel mossuk, ilyen nagyon-nagyon kevés van a világon, ezt nagyon-nagyon értékelni kell. De nem elég értékelni, hanem meg kéne menteni, vagy legalábbis nagyon lassúvá tenni, illetve el kéne tolni azt az időt, amíg drasztikusan ez megváltozik. Ez a második napi rendi pont célja pont ez. Mit tudunk tenni? Mi a jeges medvékét fel tudunk szólalni, az őserdőért tudunk valamit mondani, hogy de ronda emberek azok, akik ezt kivágják, de igazából itt tudunk tenni, a környezetben tudunk tenni valamit. Mi vagyunk azok, akik szemetelünk, tehát nekünk kell megoldani ezt a problémát. Senki nem oldja meg. Ha nem szedjük mi össze, akkor fizetnünk kell egy profi cégére, aki össze fogja szedni, mert ez így nem maradhat. Most a város nyert 30 millió forintos nagyságrendű pénzt. 7-8 helyen fogunk rendet csinálni? A 117-ből? Tehát ez morzsányi ez a pénz ahhoz, ezek a hozzáférhető pénzek ahhoz, ami kellene, hogy a nulla vonalat meghúzzuk. Számunkra nagyon fontos a környezetvédelem, illetve a környezettudatosság is. Most a kisebbik lányommal érkeztem, a nagyobbik a mamával nyaral éppen otthon. Azért jöttünk, mert nekünk bántja a szemünket a szemét, és nagyon jó lenne, hogyha nem mi szednénk mások szemetét, hanem mindenki elgondolkodna azon, hogy el kell-e azt dobni, vagy sem. Ugye rengeteg kuka van azért, amit meg lehet találni. Ha éppen lehet azt mondani, hogy nem volt a közelben, akkor tegyük be egy zacskóba, vigyük el a következőhöz, de ha most majd a képeket biztos látják az emberek, hogy mekkora szemét van itt mindenfelé, hogy egyszerűen nagyon durva. Baltavári István szerint a környezetvédelem fontos, és közös érdekünk.